A Merkantil Bankliga MB2-es bajnokság 4. fordulójában az eddig hibátlan lista vezető Vasas fogadta az Ajka csapatát, amelyet 2000 néző tekintett meg. Az elmúlt idényben az Ajka 2013 késő őszén 5-1-et győzött az Ilovszki stadionban, míg a 30. fordulóban a Vasas csattanós választ adott egy 6-2-es idegenbeli diadallal. A vendégegyüttes vezetőedzője Klement István az elmúlt 3 fordulóban megszokott csapatot küldte a pályára. Jánosa, Magyarósi, Asztalos, Köles, Zámbó, Német, Varga, Weitner, Szabó, Szovumbi és Major. Szanyó Károly hazaiak mestere egy poszton változtatott az idei alapcsapatán. A héten a fél évre az MTK-tól kölcsönbe érkező Rodenbücher Istvánnak szavazott bizalmat a belső védő posztján Tamás László helyett. A Vasas így kezdte a mérkőzést. Német, Görgényi, Grúz, Rodenbücher, Hajdu Norbert, Vida, Berec, Nagy, Ferenci, Remili és Nagy Dániel. A találkozót Radványi Ádám vezette, segítői Horváth Zoltán és Hobbaver Roland voltak. A mérkőzés kezdetén azonnal támadólag lépett fel a Vasas, és az első percben Ferenci perdítése alig tévesztett célt. Hamar, már az 5. percben megszerezte a vezetést a Vasas. Nagy Tamás mesteri passzal hozta helyzetbe Remilit, aki nem hibázott. A 10. percben Görgényi bedobása után Nagy Dánielhez került a labda, aki középre passzolt, a védők még fel tudtak szabadítani, ám Nagy Tamás lövése elakadt Jánosában. A 16. percben Berechez került a labda, aki 22 méterről óriási lövést eresztett kapura, amely a bal kapufáról pattant ki. A 16. percben Tomás Szovomi passzolt Szabó Zsolthoz, akinek lövése elakadt egy védőben. A 23. percben Szabó Zsolt látványos ollózása riasztotta a Vasas védőit, ám a labda elkerült a kaput. Innentől mezőnyjáték folyt a félidő hátralévő részében, és komolyabb helyzet nem alakult ki. A második félidő elején cserélte a Vasas, Nagy Dániel helyére Mennyhárt Attila állt be, az Ajka csapata nem változtatott. Az 59. percben góllá érett a Vasas fölénye, a jobb oldalról beérkező Mennyhárt Attila beadását Remili fejelte a bal alsó sarokba. A 63. percben Remili beadása szállt középre, amelyet Ferenci 6 méterről a kapu mellé perdített. A 66. percben szabadrugásra jutott az Ajka. Varga Gábor középre tartó lövését biztosan hárította Német Gábor. A 74. percben Vida indította mesterján Remilit a leshatáron, aki kilépett, ám mielőtt lőtt volna, egy védő szerelt. A 77. percben Német Gábor kirúgása után Berechez került a labda, aki Ferencihez juttatta a labdát, a Vasas csatára lövése azonban a bal kapufa külső részét érintve hagyta el a játékot. A 80. percben 10 emberre fogyatkozott az Ajka. Köles kapott rögtön piros lapot utánrugásért. A 87. percben Varga Gábor jutott lövéshez, 23 méteres bombáját azonban Német Gábor magabiztosan védte. A 88. percben Vida eresztette el 24 méterről egy óriási lövést, a labdája fölé szállt. A 91. percben Berec 12 méteres lövésébe vetődött bele egy védő. Összességében a helyzetek alapján akár nagyobb arányú is lehetett volna a Vasas győzelme. Az angyalföldiek ezzel megerősítették vezető helyüket a tabella élén 12 ponttal, 13-3-as gólarányjal. 2 ponttal előzik meg a második mezőkövesdet. Remeli bombaformában van, hiszen 4 találkozón szerzett 7 góljával vezeti a mesterlövészek rangsorát. Abszolút nem lepett meg a Vasas játéka, hiszen hál' Istennek rendelkezésre állnak már összefoglalók és felvételek az MNS-nek a felületén. Éppen ezért fel tudtunk készülni. Tudtuk, hogy gyors csapat, jó játszik, kevés érintővel, agresszíven. Éppen ezért azt mondtuk, hogy ilyen csapat ellen akkor van esélyünk, hogyha hibátlanul védekezünk, és a valószínűleg kevés adódó lehetőségeket minél nagyobb százalékban kihasználjuk. Nem védekeztünk hibátlanul, ezt kihasználta a Vasas, és az adódó lehetőségeket pedig kihagytuk, éppen ezért megérdemelten nyert az ellenfél. Én úgy gondolom, hogy a mérkőzés nagy részét uraltuk, domináltunk, nálunk volt sokkal többet a labda,
ebből tudtunk támadásokat építeni, kezdeményezni, kapura lőttünk. Én úgy érzem, rengeteg helyzetünk volt, amiből kettőt sikerült értékesíteni, de volt még a csapatban, meg maradt még a csapatban gól. Mostantól kezdve, vagy nem mostantól kezdve, én úgy gondolom, minden mérkőzésen erre számíthatunk, hogy készül ellenünk az ellenfél, megpróbálják kihúzni a méregfogunkat, de mi is készülünk, és mi pedig megpróbáljuk megnyerni a mérkőzéseket. Gyors, lendületes, agresszív, támadó futball, ami ellen én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz megtalálni az ellenszert. Szanyú Karcsékkal nagyon jó munkát végeznek eddig a Vasasnál is. Most decemberben lesz egy éve talán, hogy együtt dolgoznak, jó focit játszanak, mi is ezen az úton szeretnénk elindulni. Még korai, már két hónapja van együtt a csapat, körülbelül próbáljuk ezt a játékot kialakítani. A Vasas előrébb tart, mint mi. A bajnoki címért mennek, ezt meg is mutatták, mert megérdemelten nyertek a mérkőzésen. Holott volt egy-két lehetőségünk, amivel szorosabbá tudtuk volna tenni a mérkőzést, de még egyszer mondom, megérdemelt volt a Vasas siker sajnos. A tavalyi szezon, ugye tavasz szezon volt ugye eddig, úgy érzem, hogy a karrier csúcsom, de ott se tudtam így bekezdeni. Ennek nagyon örülök. Annak is nagyon örülök, hogy a csapatnak is nagyon megy, ugye 4 meccsből minden egyet be tudtuk húzni. Annak is nagyon örülök, hogy ma nem tudtunk gólt kapni, és szinte a 90 perc alatt végig domináltunk.